Garajszky József 1950 óta fotózik, azonban komolyan csak 2000-től. A Magyar Fotóművészek Országos Szövetségének tagjaként foglalkozik ezzel a művészeti ággal. Alkotásai hazai és nemzetközi pályázatokon is értek már el sikereket. Engedjék meg, hogy Hernád község önkormányzata nevében is kifejezzem örömömet, hogy a Hernádi Ősz 2011 elnevezésű rendezvénysorozatunkat Garajszky József művész úr Színes világ című fotókiállításával nyithatjuk meg. A köszöntő után Bán Katalina Mafosz elnöke nyitotta meg a kiállítást. Nagyon nagy hívet futott be az életén, és nagyon-nagyon sok minden, a művészet minden ága érdekli őt. Ő egy belső építészként végezte a főiskolát, 1959-ben a önéletrajzából megtudtam. De azt is már szinte rögtön, hogy nagyon-nagyon hamar elkezdődik minden érdekelni, ami a művészettel kapcsolatos. Egy kísérletező, kíváncsi, rendkívül impulzív ember, aki szeret mindennek a végére járni, és a művészetét megmutatni sok irányba, sok felé, sok embernek, sokféleképpen használni, amit a sok szó, de valóban így van, hogy, olyan szereti sokat adni, nézzétek, lássatok, én ezt tudom alkotni, és egy kíváncsi természet vagyok, és szeretném megmutatni, hogy milyen vagyok képes, hogy az én lelkemelik milyen érzések alkoznak. A műsorban a Rozmarink hagyományőrző asszonykórus működött közre, és a művész úr kedvenc nótáját közösen énekelték el. Kegyapom, zos!